Mit terveztél a hétvégére, mert kedden hazaküldtek ugye a válogatottól? Igen, egyből ahogy hazaküldtek, már írtam a Nagy Attilának, hogy szeretnék visszamenni, amilyen gyorsan csak tudok, ezért már csütörtökön megvettük a jegyet vissza. És aztán szerda délután kaptam a hívást, hogy lesérült egy ember, Sebők Balázs, és vissza akarnak hívni ide a válogatottba. Akkor ez valószínűleg egy jó recept ahhoz, hogy az első válogatott meccsen valaki megszerezze az első gólját is. Igen, mondhatjuk Tünde Emesének is. Kellett az elején egy kicsit bele kellett lendülnünk, tartanunk kellett magunkat a tervhez, amit megbeszéltünk. Voltak már az elején is nagy helyzeteink, de aztán szerencsére megindult a gólgyártás, és magabiztosan le tudtuk győzni őket. Abszolút jól játszottak amúgy, jobban kinyíltak, nyilván egy kicsit jobban támaszkodtak a kapusukra, aki szenzációsan védett, de a legfontosabb a győzelem. Nem mondanám egy könnyű mérkőzésnek, de a szurkolók nagyon sok erőt adtak, és szerintem ez motivált mindenkit. VB-szemmel vagytok már itt a tornán? Egyértelműen. Tehát ez a torna is maximálisan szolgálja a VB felkészülést. Fontosak ezek a meccsek mindenképpen. Ugye nekünk is tudjuk, hogy a klubcsapatnál sajnos már csak egy pár meccs van hátra, szóval mindenképpen számítanak ezek a meccsek is. Fontos az, hogy holnap ugyanúgy magabiztosan jöjjünk ki, nyerjünk amennyire nyerni tudunk, és nyilván vasárnap egy komolyabb ellenfél ellen kiderül, hogy mit tudunk.